Csajok, kisrácok! Kik a lájk, hogy minket választottatok? Tényleg. Respekt, hogy ennyien eljöttetek! Bevállaltátok? Mert ez a való világ. Lessük csak meg! Garaboncás László, vígjáték? Így ránézésre frankon nem indul be tőle a fantáziátok, mi? Na azért, mert az enyém sem. Na jó, még ne induljatok el hazafelé. Megpróbálom felvázolni, hogy mi a szintú. Képzeljetek el egy falut. Se teszkó, se diszkó. Még a szélesávú netet is szekére hozták be. Na itt él, Erzsó asszony. Hát nem egy design név, de már kérvényezi a Jennifert. Na ennek az Erzsó asszonynak volt 40 forintja. És egy Maris nevű személyi asszisztense, akinek a zsír új kerámiás ütővasához pont ennyi hiányzott. Gondolt egyet? Eltulajdonította. Erzsókunk totál beparázott, kommentelt ő mindenfelé. Írt az ORFK üzenő falára is, de hiába. Nyomtalanul eltűnt. És ekkor tűnik fel a mi garaboncás barátunk. Az ügyeletes szép fiú. A falu bikája! Nagy Spiller. És az, ami eddig senkinek, neki összejön. Amar is. 40 forintja. Nem kis pályázik. Megvezet ő mindenkit, aki az útjába kerül. Ám a végén... Visszanyal a fagyi? Kegyetlenül rá kell döbbennie, hogy az igazán való világ több mint két kattintás, és más, mint a diszkóban szövődő szombatesti szerelem. Mert ne felejtsétek, nincs tett következmények nélkül. És nem nyomulhatunk amerikai akcióhősök módjára felelősség nélkül. Minden szavunknak súlya van, amivel felvidíthatunk és örömet szerezhetünk. De meg is bánthatunk, és mély szomorúságba taszíthatunk. És hogy mi döbbenti erre rá? Csak rám bízza Kend a dolgát, mert amint igaz garaboncás deákságomra ígérem vala, fél óra múlva kifolyik a szemed valaki, a Kend 40 forintját ellopta. Próbált ember vagyok én. Ért a kezem mesterséghez. A patvar nem tudta megemészteni azzal a tökkel bélelt fejű emberét. Minden eddig való családságaimnak szerencsés folyamatját. Hát ha más nem, ez bizonyára lészen, aki meggátolja. De hát én is csak, mint az ökrön dederunt, csak úgy nagy fittyel megígérem neki, hogy fél óra múlva kifolyatom annak a 40 forintos tolvajnak a szemét. Holott soha még az apám sem álmodott volna. Oly esztelen cselekedetről. Na, Laci, most következik a fekete leves. Tehát amit eddig cselekedtél és égertél, csak kitelhet egy ilyen próbáldeák túl, mint te vagy. Hiszen gondold meg azt, hogy 8 hónap alatt én már vagy 12 oskolából nagy becsülettel kirugatván igazán sok álnokságokat vittél végbe. Azonban kicsoda van ottan. Ugyan bizony, tűzről pattant lány. Hátra-hátra tekinget. Ides tova nézdegél. De ha valamiben vétkes volna, ki tudja, hát ha az lészen, aki a 40 forintokat elcsépte. Majd meghallgatom, mit fog mondani. Talán hasznát vehetem neki. Hajjaj, valaki nagy dolgot lopott. Jó szágot, okosan elkerejteni. Már ez a cinkos jól kezdi. Bezzeg izzadtam is, még elástolok, drága 40 forintocskám. Na, piszkos, te vagy hát a tolvaj.
Ő bizony. Pedig senki sem gondolná. Bizony, senkinek még csak esze ágába se jutna, hogy a fergeteggel élő géci almafája alátik eltemetve legyetek. Mert annál koldusabb ember nincsen a világ hátán. Na várj rá, markomba kerültél! Belőlem meg annyit sem gyanakodhatik gazdám, mint a ma született gyermekről. Mert becsülettel megvallom, én egész esztendőtől fogva derekul szolgáltam őt. Hát már én vízmást elmehetek. De jó, hát mi ez? Lehet, hogy valaki kihallgatta a beszédemet? Itt nincs senki. Itt sincs senki. Itt sincs senki. Ó, vivát! Éjjel! Vajon mi lészen ma holnap kegyelmetből? Bizony, bizony, jól fontolja meg kent. Én belőlem? Bizony, mert ahogy a szerencse most szolgál, úgy vélem, hogy két esztendő múlva is nagy nembéli asszonyság válhat. Belőlem? Hát az meg lehet, mert mihely is kitelik az esztendő, én rögvest kereskedésre adom magamat, mert íme torkig úszom a pénzben. Hely, lesz gondja a kolozsvári káposztának? Kaproskatőnyeknek? Nem, de nem 40 forint szép csomó pénz. A gazdám közeleg. Oda vagyok, ha meghallotta a beszédemet. Na Maris, lányadám vagy. Mit társítozol, segítsinkát rendet rakni? Asszonyom. Könnyen átalláthatja, hogy ellopott 40 forint furdalja a szívemet. Közben meg takaríts el. Amint kimegyek vala bús és komor kedvel az utcára, hát látom ám, hogy mindenféle emberes asszonyok is bejárnak a kövér Nánás téházába. Azt gondoltam, talán deszkaárulásra adta magát. Persze. Kérdeztem egyikért, másikát, hogy miféle gyülekezet léphez. Hát az én legnagyobb szerencsémre mondják, hogy valami garaboncás diák volna nála harmadnaptól szálláson, ki mindenféle kimondhatatlan mesterségeket, jövendőléseket és tanácsokat, mindenféle ügyefogyottaknak javallana. Jó tanácsok.
És amint bosszúsággal telve voltam, minden inokozás nélkül hozzája megyek. Hozzája mert Kent menni, és nem félt Kent tőle. Hát tartottam ugyan eleinte, de aztán látván szelítségét, bízvást megszólítottam vala. Oda vagyunk Kent összestül, csepöstül. Ezek mindenkoron alázatos macskáknak látszanak. De micsoda ember ez? Középszerű, abaköpönyeges és oly rongyos, hogy 12 macska a ruhájában egy egeret se foghatna meg. Olyanoknak lenni, én magam is hallottam, de az érdekelne, mit szólott Kent véle? Hát mit tudtam volna egyebet szólani? Gondolat kitállaltam előtte, és kértem, hogy annak a gonosz, szúrtos markú tolvajnak a szemeit valami babonaság által kiforrasztam. Ezt merte Kent kérni? És arra se gondolt, hogy megkönyörüljön, hogy keresztény légyen vele? Én sajnáljam. Azt a világmocskító gaszmocikort? Én igyem kedvem szerint hagyjam ők elmit? Hát tudd meg, édes Mariskám, ha itt volna előttem, én mindjárt gyilkosa lennék önmagam. És megígért. Megbizony. Garaboncás deákságára ígérte, hogy fél óra múlva szemei kifolynak a tolvajnak. Ennek okáért is egy rongyos könyvet kivévén, zsíros táskájából, az házból loppanva kimenvén, magányos helyre vette magát. Egek, földek! Mi az, Mariskám? Hát mit félsz? Talán bizony, te cselekedted? Én? Hát én? Hát én cselekedtem? Hát azt mondjam, én loptam volna! Ó, minek is születtem erre a földre? Te hát legalább tudod, hogy kicsoda csípte ez? Azt mondjam, ha már úgy van, hogy én az eddigi hív szolgálataimért a becsületemet elvesztettem, és azt gyanakul gyanítja felőle, hogy én loptam el! Hát akkor inkább ereszted el magától! Ó, édes Mariskám, hát nehogy verik nálunk a cigány, mert ha te loptad, vagy tudszodra vagyon a tolvaj hát jaj a bőrödnek, mert akasztókkal észen a toposod, azt tudd meg minden bizonnyal. Most lévő legyek. Édes drága galambok! Aranyom! Ezüst! Jaj, üljön le! Mert amit most mondok, ha szereti Kent a testvérit, siessen nyakra főre a garaboncás deákhoz! Tehát ezt öcsém lopta el? Ó, én szerencsétlen! Asszonyom, itt van mit tennem, hát bevallom, kendőt se vette el. De tehát mikor, miképpen? Nem emlékszik, asszonyom, hogy ez a seholnai a vásárra kért kendő pénzt. Tudom. És nem. Kent. Nem adott neki. Igaz. Hát, ebbéli nagy szomorúságában erre vette a fejét. De miért nem mondottad korábban? Azt mondjam, én nem mertem. Különben is Kent sem megeskedett,
hogy mihelyest a vásárló visszatér a pénzt, ismét a helyére fogja tenni. Csak hamar elérkezne. Ó, Istenem, szegény öcsém. De mit éből legyek? Ó, asszonyom, ezt kérni. Hát hamar izibe a bíróhoz kell sietni. Sőt, jobbat tudok. Előtte abból a ringyrojból férsz el Deákhoz, s parancsoltassa meg, hogy állítsa meg a mesterségét, hiszen a kendőcse még mi hamarabb, még talán máma megérkezik a vásárból, és bizonyosan a pénz is megkerül. Jó, én boldogtalan, szegény öcsém! Már csak soha ne láttam volna azt a csárdába való garabocás Deákot! De ha nem akarnám megállítani a babonaságát, hogy szegény öcsém szemeit kifolyassák, akkor mégis mit tegyek? Ó, hát ezen ne aggódjon fel. Hát hamar, a bíróhoz kell sietni, s parancsoltassa meg, hogy verjék vasra azt a rongyos kóborlót. Hát ne! Gasson itt kent tovább, hanem hamar! Elenyébe! Intézkedjen! Ó, bár csak hamar feltalálhatnám! Igen. Asszonyom! Ne felejts el a bírónak megjelenteni, hogy azt a rongyos táskájú, sárkánynyargaló, gonosz, garaboncás Deákot mentül hamarébb vasra! Veretessék! Hogy az a... Mérges kígyók emészenek meg téged is, meg azt a kapakerülő garabancást! Bezzeg szoros láncba szedett. A félelem miatt hirtelen olyan állett szívem, mint a kopott kalpak. Én édes szemecskéim! Miki megválni tőlem? Azaz inkább én ti tőletek. De minek is törődöm itt ezekkel a haszontalanságokkal? Valami gyorsan ki kell eszelnem. Sietek, és azt kiásom. Gazdámnak elejébe hozom, és azt mondom, hogy az öccse, hát szígyen lehet ugyebár a szem elébe kerülni, és engem küldött a pénzzel. Na de, hogy ezt az öccse szemére semmiképp ne vesse, hát megeskedem, hogy ő előtte bizony soha ne említse. Ez így jó lesz. Két tanácsbéli méltóság. Na most ezt jól elintézem. Várj csak, sárkánynyargaló Deák, majd én előrébb mozdítom a kerekedet, ne félj. Hozta Isten nagyságos asszonyai mékat. Alázatos. Bocsánat, hogy meg lehet szólítani a hölgyeket. Te csak tessék, bejjebb. És mi bajod? Mi lehet jól áll? Ó, nagy kereket nem vetek neki. Elmondom röviden, de előbb egy kis itóka. Falunkban harmadik napja tartózkodik az a mi rongyos, gonosz, sárkánynyargaló, garaboncás Deák, aki az egész falut olyan babonaságokra tanítja, hogy a tanácsak szemeit kiforrázzák. Kérem asszonyaimékat, vigyázzanak magukra. Mit? Az a... A hangyos kóborló Deák? Az szemeinkkel? Bizony. Úgy hallottam. Sőt, én saját szemeimmel láttam, hogy az egész falu népe csak úgy hömpölygött hozzája. Nem mondám, hogy még valami zenebonát indít meg az a gazember. Vajon
Hallod-e, és merre vagy osztálláson? Kövér nánás nénának állás. Kiről az egész van tudja, hogy babonás. Kérem a szülemékat, ezt meg ne súgnák valakinek, hogy tőlem hallották, mert nekem ebből bajom származhatik. Egyet se félj, Julán. Meg hamar a bíró uramnak, mert meg kell jelenteni. Kell jelenteni. Ki tudja, mit támadhat hirtelennyében? Siessünk! Asszonyok! Még egyszer, nyomatékkal kérem kenteket. Meg ne súgják valakinek, hogy tőlem hallották. Egyet se félj. Egészen a számíze szerint alakul a dolog. Várj rá, gonosz cinkos. Ha nekem meg kell vakulni, bizonyos lehetsz benne, hogy neked is része lesz a ciberébe. Akkor én most a terv szerint a pénzhez sietek. De... mi morgok itt körülöttem? Jaj, ott közelek szemeim kiforrasztója! Jaj, nekem! Addig forgom, míg a toldajt meg nem fogom. Addig morgom, valameddig szemeit a világból ki nem rúgom. Jaj! A toldajt látom. A pénz pedig nálam vagyom. Hasztalan! Meg fog vakulni! Ó, szerencsétlen! Leá! Ó, boldogtalan! Mori! Engemet szólít. Ha még hamarjában megtalálhatnám, talán segíthetnék rajta. Ennek meg kell szólítanom. Itt vagyok. Belebontásra itt. De ha csak minden estül a pénzt elébem nem hozza, mégiscsak oda lesz. A szemem! Oh, ne! Belebontásra! Kérem, segítsen rajtam! Én megteszem minden. Azonban még egyszer beletekintek. Igen. Talán valamiképpen megszabadíthatom. Ó, drága garabonzás uram, én tudtam. Maga mindenható garabonzás. Éppen lehetetlen. Jaj, ne! Azonban hol fog engem? Sárkányok körményveivel, szíves, szaggatandó lány! Hogy merészelsz engem kezeiddel illetni? Ki vagy? Micsoda neved? Megállj! Onna meg sem otszalj, boldogtalan, mert azonnal szörnyű halálat látod. Ki vagy? Én vagyok a... szerencsétlen Maris, boldogtalan leány. S valóban, te loptad el asszonyod 40 forintját. Mit van, mit tennem? Bevallom, én loptam. Azon csodálkozom valahogy, mi nem gőzveri az orromat, mert hát bizonyára sajnálat, kedves Mariskám, mert nem sokára oda lesz a szemed. Jaj! Átkozott óra, amikor tolvajjá lettem, de... Vajon nincs valamilyen módszer, esetleg? Feloldozást kapja? A felit kennek adom. Garabonzás deákságomra mondom, sajnálom ezt a lányt, de hát lássa a mesterségemnek utolsó részét. Mi sárkányok fejedelmei? Azdrubál, Belfegor, Berzebú! Bíboros tyúk, oroszlányfarkú macska, telehátú bika. Azt mondjuk, hogy a Maris nevű tolvajnak meg kell vakulni! Jaj, ne! Macsa! Kérem! Előbb a pénzt ide nem hozza. Mindazonáltal először is
karaboncások módjára rá kell olvasni és megtáncoltatni. Karaboncás uram, kérem, kérem, engem megtáncoltathat minden, csak becsem meg. Szívesen, kedves lány, mert hát valóban kár volna elveszned. Álljod a tehát négy kéz láb, és forgolódj, ahogy mondom. Kákom, bákom, szemet ki ne hújjon. Kákom, bákom, addig éppen nézzél, még lopásodat el nem hozod. Kákom, bákom, föld megtartson, kár ne ártson, szemed lásson, amíg nekem tetszik. Most egyet ugorjál! Az ebben álljék meg! Most meg oda leszel! Ha nem most valamit én táncolok, úgy te is táncolj! Csókold meg a kezeimet! Csókold meg a lábamat! Azt a könyvet is! Kabátom ujjának végén is! Már mitől hamar érzelsz? De siess a pénz után! Hátra ne tekints! S ne szólj valakivel! Jajja meg Balonditám ezt! Ő majd keresi a pénzt, melyet soha napján nem talál meg! Beborult régi napom fénye, gyötri szívám a szerelandó bajos örvénye. Oda van szíve egész kedve, csak keserem. Cselekedjek. A pénzt ki kell ásni. És ő majd a segítségemre lehet. Szaladok is! Rettenet! Amúgy beszélgett aztánval, hogy a pátbar nem tudta őt most innen elhordani. Hó! Az utca túloldalán látom az öcsit kullogni. Elébe sietek. Hát ha elcsábíthatnám, hogy semmiképp ne beszélgessen már magazdámmal, mert bizonyos vagyok benne, hogy akasztófa lenne a koporsom. Úgy. Kent pénze bizonyosan visszakerül most már, s ugyanazért csak háromszor se üsse Kent a fejét a falhoz, hiszen a mesterségem mód nélkül, kedvem szerint megfordult, hanem most már másképpen lehetetlen, mint hogy én a Kent pízének felében részesüljek. Már édes uram, veszed oda. Szívesen elvárok a fél pénzemt, pedig hajaj, micsoda véres feríti. Mint azon álltam a véremen, szegény öcsémen.
Csak megesett a szíve. Illendő is, hogy sajnáljaként, hiszen igazán azt szokták mondani, hogy az... F sem eszi meg a maga fiát, sem a varjú varjúnak szemét. Ki nem ássa? De csak ugyan megszabadul az én szívem, testvérem a vakságtól. Bizonyára, kedves lelkem, azonban higgyel, hogyha én nem tekinteném a Kent emberséges testvéréhez való hajlandóságát és illendő kívánságát, hát elhitesse magával, hogy én ezt a dolgot soha magamra nem vállalnám. Bár a török császár kérne is. Most jól gondolja meg azt, hogy vajmi beszedelmes dologra vetemettem én most, mivel már az egész sárkányi sokadalom erősen fújja azt a követ, melyet, ha csak én széjjel nem kergetem és iszonyú mérgek közt haragjokat meg nem csillapítom, de annyi lészem belőle, mint a tót fiából. Ó, én érdemtelen ember, hogy ennyi veszedelemre kényszerítsem Kendet. Követem mi alázat. Csak azon örvendek, hogy Kent, esmeri még az én terhes és munkás fáradtságomat. Azonban most már csak távozzon el tőlem mentül hamar, mert én rögvest ide varázslom az egész tengeri sárkányokat. Mert én rögvest sárkány nyergelni fogok. Kivarázslom őket és kint egész tengeri sárkányokat. A dörgéssel, mendergéssel. Csattogással ellenem fognak támadni még nem én őket, én hatalmas babonosságaimmal. Meg nem szeretétem. Már én csak ugyan elmegyek. De fogadom, hogy a pénzemnek felét kennek. Ajándékolatom. Köszönöm. Tehát csak a károkozás nélkül is. Hordja el kedves sátorfáját! Már én csak ugyan azt gondolom, hogy csak elnassolok innen. De megbánottam még ezt. Jaj, ugyan keresztül húzzám ennek is a száján a mézes madzagot. Ebb ad egy feléért is. Akármiképpen lészen dolgom. A többit pedig majd, amit lehet, majd meglássuk. Hanem, ahogy veszem észre, igazán szűk lett most már a kapcám most. Neki veszem magam ott, hogy én elmegyek innen. Azonban nem tudom, mi a lidérc jutott ott eszébe ott a falusi tanácsak el. A bírónak át körülvé tette a falut. Nem szabad senkit beereszteni, seki sebe. A Laci-Laci-lám megmondtam, megjárad az árát a garabancaságodnak. Most mihez kezdesz? Csak hamar arra a kalafint a cselefendi marissa akadhatnék. Az fizeti meg mindennek az árát, ha az egekebelébe rejti is magát. Jöjjenek, kérem, kérem és tanácskozzák meg! Jöjjenek! Bíró uram, foglaljon! Már nincs egyéb hátra, hanem hogy azt a bitangot hálóba kerítvén vasra verjék, kiadott parancsolatom szerint. A legénység talpon áll, a falu könnyű vagyok véve. Ejj, bíró uram, ne bántsuk! Bizony csak én is azt gondolom. Ne hirtelenkedjünk, mint Juliska nérém azt javasolja. Ne hirtelenkedjünk? Ne bántsuk? Majd bizony megérdemli egy ilyen kapakerülő korhely, egy ilyen rind rongyuláló deák, hogy vele sok tanácskodásokat tegyünk. Nem hallják tettek mindenfelől a sok panasz? Én ugyan bár... Soha szememmel se láttam volna. Igaz, igaz, bíró uram, hogy bizony nagy zenebonát tett. Mindazonáltal én azt javaslanám, hogy küldjünk hozzá egy csákányost, aki megintse, hogy minden hamarabb menjen a falunkba békességgel. Józan tanácsokat a szomszédasszony. Bizony igazán mondod, én is ezt tartom tanácsosabbnak. Bármit mondanak, vagy tesznek, Kentek, csak kérem, mentül hamarébb tegyék, minek előtt a szegény öcsém szemétől megfosztatik. Tehát büntetlenül eresszük el, farkasnak erdőt mutassunk, ugye? Én alétom jóval ereszteni, mint csak hogy valami kárt szemben. Mi a kő kártunk félnek, Kentek? Jaj, csak olyan nyúlszívűek ne volnának!
Nem tudja, hogy ezer meg ezer annak a mestersége. Hát ha ellenünk olvassa ki a sárkányokat, vagy valami veszedelmet lát, már jégesőt és egyéb égi hábokat ellenünk támaszt. Igazán mondod, lányom. Maradjunk abban, Géci uram. Az ember nem tudja, mi támadhat belőle. Csak arra kérem kenteket, hogy nem túl hamar én nincsék meg! Nem bánom, maradjunk abban, de kentek lássák. Reám azután ne vessenek semmi okot, én kötelességemnek eleget akarok tenni. De itten bizony mondom, nem szenvedem a gaz tetves deákot, akár csak egy éjszakára is. Azonban kicsoda megy hozzája? Menjen kent! Már ez a tanács megtetszett. Én? Tudják ugyan kentek, hogy én deákos asszony nem vagyok. Félek pedig, ne talán te valamiképpen megbosszantsam. Ha nem, küldjük inkább lassú Boldizsár atyát, hisz írnyas, olvasni tud őkelme. Ha már úgy áll a dolog, én megcselekszem. De ha nem, mit mondjak neki? Mit mondjon Kent egyebet? A tanácsnál deliberáltunk ezt, hogy a garaboncás deák egy óra alatt jóval hordja el a sátorfáját, másként vasra vereték. Punktum. Megcselekszem szívesen. De csak hamar lássunk kent hozzá, mert már lehetetlen tovább szenvedni. Én a legényekhez menni fogok, kentek pedig a faluháznál minden történetre készen legyenek. Erzsó asszony pedig azon legyen, hogy az öccsétől meg túl hamarébb megvegye a pénzt, mert kár volna olyan jó embert kódissá tenni. Az egek áldják meg kenteknek, Tanácsi! Áll az egeknek. Úgy megkönnyebbettem belsőképpen, mintha malomkövet zúgította volna le szívemről. Oly szerencsésen járhattam. Csak ugyanaz jó, hogy van okos ember a háznál. Még ha semmit se tud is. Jaj, drága hív szolgám, kedves Mariskám! Néked és a te okosságodnak köszönöm én mindezt. Nem is esik borba a pecsenyét? Oda vagyok. Nincs meg a pénz. Most mihez kezdek? Jó szerencse hozott, kedves hív szolgám, drága Mariskám! Vesztél volna meg a születésedkor! Mi a baj, Mariskám? Talán bizony megmaszlagosodott az eszed? Bezzeg, ne féljél semmit is. Nekem felserkent a végóra. Vajon igaz? Mint megyen a dolog? Mint a parancsolat. Úgy folyik. Vajon miképpen, édesasszonyom? A garaboncás deák a babonaságát visszadörnök. Ez igaz? Ó, visszadörmök te! Asszonyom! Hát meg nem bírom, hogy ne öleljem szívemre kedden! Inkább halljad tovább. Mondja csak. Felét a pénzemnek kérte ezért a garaboncás deák. A felét? És ezt Kendesz megígérte? Mit volt itt tennem? Árulás. Bezzeg, nem kapik bele a foga? Nem, miért? Mert az elmenetel után most a tanácsnál voltam. A bíró rögtön parancsolatot adott, hogy hordja el magát a faluból, másként vasra beretteti. Na, ez jó hír, de mégis mi lett ebből? Mi jött ki belőle? Az, hogy az elmenetele után az öcsémre megyek, és egészen a pénzem visszakerül. Hogy a hollók nem tudták megemészteni. Jól van, látom, jól folyik a dolog, minden rendben van, hanem kérem Kendet, amire csak lehet. Az öccsével máma semmiképp ne szólaljon, mert ő megígérte, hogy ma megérkezik, és a pénzt alattomban visszateszi. Ne okozzunk neki galibát.
És elérkezett? El! Hogy a nyakát törte volna ki! Új boldog, új szerencsés ember! Drága Mariskám, neked és a te okosságodnak köszönöm én mindezt. Én tehát igaz hívségemre esküszöm, hogy őtet ma kerülni fogom. Most pedig a faluházához megyek, és meglátom, hogy kicsapták-e már azt a moslékos dézsában hízott deákat. És van. Eredj akár a Tatárország szélére, te bornyú bőrrel béled, kaba elmély, bolond! Csak azt az egyet nevethetem, hogy én felőlem semmit sem gyanakodik. Pedig ez a szamarúci tetőtől talpig fogva kódissá lett. Hanem most már mit évő legyek? Új terv kell? Mert hát ha gazdám mégiscsak szólani talál öcsivel, hát ugye megeshet? Hát bizonyosan kiderül minden. Ha meg... Garaboncás deákot... tényleg kicsapják? Hát István lesz utolsó gyámolom! Fel kell kerestem a garaboncás diákot is. Gazdámnak s a falusiaknak gondolatját előtte kitálalom. Talán csak megszállja szegény sorsot. Na! Hát te minden jótól három ölnyire elrugaszkodott, cinkos. Így bánsz vele? Így tartod meg az ígéreteidet? Hol vagyon a pénz, hát? Garaboncás uram, kérem, kérem! Nem féltél attól, hogy a sárkányoknak széjjel szaggattatod? Nem látod, hogy mindenütt tátott szájjal várják a parancsolatomat? De garaboncás uram, kérem, könyörgöm, hallgasson meg! Én hallgassam. Én hagyjam, hogy egy ilyen mállé, bálott szájban megcsalattassam! Igazam van, garaboncás uram, de én igaz hívségemre mondom, én ártatlan vagyok, a pénzemet kiásták! Ellopták! Valami. Gazember! Micsoda? Ellopták a pénzedet. Igen. Hát te szerencsétlen! Tehát most már akárhogy is lesz. El kell veszned. Jaj. Én már látom, hogy nekem semmi mentségem, de egyet azért sajnálok. Kendet. Ó, jó uracskát. Micsodát? Engem sajnálsz? Hát miképp te esztelen? Vagy miért? Mi okul? Csak azért, mert gazdám Kendet a faluban bévádolta. És a bíró? Kendet vasra veretni akarja. Engem? Uh-huh. A te gazdád? Vasra? Vasra. Ó, még vasra. Jaj, Laci, lám megmondta, megjárod a garaboncaságodat. Most mihez kezdesz? Emberül! Hallod-e, Maris? Még éppen eképpen fordult a kocka. Tudod-e, mit cselekedjünk? Nem, de én Kennek ajánlom életem. Mindenemet. Maris, csak most tetszesz nekem, csak igazán. De meg először, akarsz-e megszabadulni a gazdától, akasztófától? Egy szóval minden reménytelenségtől. Bizony, akarok! Kívánsz velem? Garaboncás deát lenni? Igen, de semmit sem tudok deákul. Avval ne gondolj most, mert én mindenre képes vagyok, a te kedvedért. Ó, köszönöm garaboncás uram jó indulatját. Hasonlóképp ajánlom magam. Add a lábad, mert garaboncás deának most megesítettek. Ti tengerek, földek mélységében lakozó sárkán. Ezen kedvesemre úgy vigyázzatok, mint önnön szemeitekre, vagy borzas kölkeitekre. Most ugorj egyet! Derekosabb vagyok! Most pedig, kedvesem, látod-e azt a kakast? Ami ott kap... Látom, jó nagy! Azt! Látom! Eredj, fogd meg! Nyergeld meg! Meg lehet azt nyergelni?
Elég, hogy én azt mondom, te azon fogsz repülni. Én fogok repülni? Mert sárkányon még nem tudnám. Hanem elsőbe hozzám nyargai rajta. A lopott pénzt majd akárhol vesz magát, neked adom. Ó, drága baragoncás uram! Egy öngyöm! No, bassza! Bár rá! Ne locsos! Menj! Hamar! Látálá! Hasonlóképpen, mi ott hozott Kent? Hát, bevallom Kentnek, éppen nem sokat. De előre jártában megkövetem, hogy én nem vagyok oka. Hallja Kent tehát, koram még Gregorius Gergely és a falu öregi előtt, Deliberátum est anno 1775-ben, hogy a garaboncás deák egy óra alatt hordja el a sátorfáját a faluból, mert vasra felretteti. Micsoda? Ti engem akartok vasra venni, ti bocskoros nemes emberek? Egy ilyen nagy nemből származó ifjat, egy ilyen nem érdekesző embert? A szép dolog volna az. És ugyan miért? Uram, kérem e kép ne beszéljen. Ti világsereg! Hát nem féltek attól, hogy falujtokat, szőlleiteket, és minden ingó-bingó jószágaitokat ezt verontatom? Vesztegetem! Ó, tekintetes, nemzetes, garaboncás deák, uram, kérem veszedelmes haragját, engesztelje meg, mert csak én is azért jöttem ide másként régen, vasra verettetett volna a gyermet. Ugyan meg a gyakjárát annak volt. Azonban mondja meg, mit vétettem én Kentnek? Uram, az egész falu déli asszonyság Kent ellen panaszt tett. Nem tudom, miféle tanácsokat osztogatott ön a gazdában. Hát miféle tanácsot adtam volna?
Azt, hogyha valakinek nyelves, pattogó, csattogó, engedetlen felesége volna, azt minden nap háromszor, a sonfakenőcsével alaposan dergeljék meg. Meg azon fejül, hogy az emberek szemeit kiforralja kegyelmed. Hiszen ez terenség az, hogy miért kényszerítenek rá? Kérem a deliberációt. Mentül hamarébb végezze el. No, Laci, most van az ideje. Hajjal, Kente! Mi a Kente neve? Lassú Boldizsárnak hívnak. Na tehát, Lassú Boldizsár uram. Elsőben én köszönöm Kentnek és az egész falusi öregeknek a jó akaratját. Erre az én garaboncás veszedelmes életemre már elmondtam. Igazán megszabadíthatnának tőle. Hanem ez másképpen lehetetlen, mint hogy engem jól meg nem vernek, és mint a szekeres lovat el nem agyabugyálnak, és egy lepedőbe csavarva a faluházához el nem visznek. Értette? Értem, arról van szó, megcselekesszük mi. Jó van. Akkor most pedig mentőn hamarig induljon el, ugyanis ilyen rögvest egy kakast nyergelni fogok. És a falusiak az utcát kétfelől foglalják el, és legyenek seprűvel, bemetvel, lapáttal feltegverkezve. Érti a Kent? Értem én, de nem fog az a Kentnek fájni. Vár, Kent, abban legondoljon, hanem mentő hamarébb induljon, mert én rögves kakas nyergelni indulok. No, Maris, megadod az árát a garabontságodnak. Hoho, hoho, lassabban! Hoho, állj meg, édes kakasom! Ó, drága szép hazám! A Maris utoljára szemléled. Eme utolsó órában kérlek, bocsáss meg azt nekem, ha hálálatlanabb voltam, mintsem azt becsületem kívánta volna. Drága kenyeres fajtási, éljetek boldogan! Ja. Gyorsan, karabocás kedvesemhez! Hát én már megettem életemnek kenyerének javát, de ilyen komédiát én még életemben nem láttam. Ha-ho! Hol lehetem fel garabontás kedvesemet? Itt vagyok, kedvesem, itt! Hogy hálálhatnám meg én ezt? Annak is találkozik ez az ideje, de nézd itt a pénz. Lát, magamhoz kerítettem. Édes erszényem! Ó, én gyámolom. Hol leverhettél oly régtől fogva? Avval most ne gondolj, hanem rejtsd el hamar, mert még megláthatja valaki. Jaj, ne haragudjon én már rám. De hogy haragszom, itt a köpenyem, ezt is vedd magadra. Mert tartok tőle, hogy a repülésben hibázhatnál. Most látom csak, hogy mégiscsak szeret Kend engem. Hát, hogy ne szeretnélek. A csukját is húzd a fejedre. Úgy, már egész garabontás gyáknak nézzel ki. Vagyok, amint vagyok. Forog körbe egyet-kettőt, hadd nézzelek. Vivát, garabontás kenyeres pajtásom! Ó, édes garabontás uram, drága lelkem. Hanem most hamar induljál, mert még rajta kaphat valaki. Hát, akkor én odébb állok. Pedig elfogom egy kevéssé most magam. Hol van? Hol van? Hogy a mára marusi mennék legyenek a sírásai! Annak a gaz, garád, esztergába faragott Marisnak! Az öcsém esküszik testére, lelkére, hogy soha egy fillére meg se látta. És azzal az akasztófára valóban nem is szólott. Ó, én örökös koldus, hová legyek? Mi a patva a csattogás-pattogás hallatszik? Thank you.
Fáradtságom adom az esti álomnak. Színeimet vissza a szivárványnak. Megnyugvásom a tiszta, csöndeségnek. Mosolygásom az őszi verőfénynek. Sok sötét titkom rábízom a szélre. Semmit se várva, semmit se kérve. Kit üldöztek át tüskén, vadbozóton. Kétségeim az örvényekbe szórom. A holtam után ne keressetek. Leszek sehol. És mindenütt leszek. Nincsen vacsora.